Utolsó nap is sok szépkorú érkezett, hogy kihasználják a Szekszárd város önkormányzata által nyújtott lehetőségeket, és átvegyék az ingyenes karácsonyi ajándékcsomagot. Ez a férfi azt mondja, nagy segítség ez így az ünnepek környékén. Ez nagyon jó dolog végre, mi időseknek bármikor, mert azért nem az, hogy rá vagyunk nagyon szorulva, de igencsak jól esik végeredményben, gondoskodás mindenről. A 62 éven felüli szekszárdi lakosoknak csak regisztrálni kellett ahhoz, hogy megkaphassák a többnyire tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot. Ezt eredetileg november 2-a és 18-a között tehették meg, és 4394-en éltek is a lehetőséggel. Pótregisztrációra adtunk lehetőséget, mert közben a időpont lezárása után többen jelentkeztek, és hát természetesen december 10-e 12 óráig volt erre lehetőség, addig 374-en regisztráltak. Az első körben regisztráltak december 14-ig, névsor szerint vehették át az adományokat. Az újonnan feliratkozóknak is beszerezték már a csomagokat, amikhez a meghirdetett pótnapokon juthatnak hozzá. Amikor december 10-én lezárult a pótregisztráció időpontja, akkor hamar-hamar ezeket a csomagokat meg kellett rendelni, úgyhogy rendben van a dolog, és december 15-én és 16-án kiosztásra tudnak kerülni. A keddi napon még közel 1000 csomag várt gazdára. Ezekért a két pótnapon, december 15-én és 16-án jelentkezhetnek a feliratkozók.